Hare Krishna! Elérkeztünk a Krishna könyv 11. fejezetéhez, melynek címe Vatszál Szura és Bakál Szura démonok megölése. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya, Om namo bhagavate vasudevaya. 11. fejezet. Vatszál Szura és Bakál Szura démonok megölése. Amikor a két iker Arjuna fa kidőlt, úgy hangzott, mintha villám csapott volna le. Gokula apraja nagyja odafutott élükön Nanda Maharadzsával. Megdöbbenve látták, hogy a két óriási fa kidőlt. Nem tudták, hogyan történhetett, s tanástalanok voltak. Amikor megpillantották Krisnát Jasoda köteleivel a mozsárhoz kötözve, arra gondoltak, hogy minden bizonnyal egy démon műve lehet. Másképp hogyan történhetett volna? Ugyanakkor zavarba is jöttek, mert Krisnával örökké szokatlan események történtek. Amíg az idősebb tehénpásztorok így siránkoztak, a kisebb gyerekek, akik a közelben játszottak, elmesélték, hogy a fák azért dőltek ki, mert Krisna a kötélnél fogva elhúzta a mozsarat, amelyhez oda volt kötözve. Krisna odaért a két fa közé, magyarázták, a mozsár pedig felborult és megakadt a fák között. Krisna húzni kezdte a kötelet, a fák pedig kidőltek, és a két fénylő alak lépett ki belőlük, akik beszélni kezdtek Krisnához. A tehénpásztorok nagy része nem hitt a gyermekeknek. Nem hitték, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. Néhányan azonban mégis elhitték. A te gyermeked más, mint a többi gyermek. Éppenséggel megtehet ilyen dolgokat, mondták Nanda Maharadzsának. Nanda Maharadzsa elmosődött, amikor fia különleges képességei kerültek szóba. Előre lépett és eloldozta a csomót, hogy kiszabadítsa a csodálatos gyermekét, akit ezután az idősebb gopik nyomban ölbe vettek. Visszavitték az udvarba, majd tapsolni kezdtek neki, csodálatos tetteit dicsőítve. Krisna, mint egy közönséges gyermek, velük tapsolt. A legfelsőbb úr, Krisna, a gopik varázsa alá kerülve énekelni és táncolni kezdett, mintha csak játék lenne a kezükben. Jasoda gyakran megkérte Krisnát, hogy hozzon neki egy deszkát, amire leülhet. Bár a deszka nehezebb volt, mint amit a gyerek elbír, Krisna mindig odavitte az anyjának. Nárayán imádata közben apja néha arra kérte, hogy vigye oda neki fa papucsát, és Krisna nagy nehezen fejére téve a papucsokat odavitte apjának. Ha arra kérték, hogy emeljen fel valami nehezet, és ő képtelen volt rá, akkor csupán a karjait emelgette. Szülei minden pillanatban benne lelték örömüket. Az úr kisgyermeki tetteivel jelent meg Vrindávan a lakói között, mert meg akarta mutatni az abszolút igazság után kutató nagy filozófusoknak és szenteknek, hogy a legfelsőbb abszolút igazság, az istenség személyisége alárendeli magát tiszta baktái vágyainak, s azok irányítják őt. Történt egyszer, hogy egy gyümölcs árus érkezett Nanda Maharadzsa házába. Aki gyümölcsre vágyik, jöjjön és vegyen tőlem, kiabálta, s hívó szavára a gyermek Krisna fogott egy maréknyi gabonát és elindult, hogy gyümölcse cseréje. Abban az időben az emberek mindenhez csere útján jutottak, és Krisna láthatta szüleit, amint gyümölcsre és más termékekre cserélték gabonájukat, és most őket utánozta. Ám tenyere parányi volt, és nem is tartotta szorosan az öklét, így a magok mind kihullottak belőle. Az árust, aki mindent látott, magával ragadta az úr szépsége, és azonnal elfogadta a néhány szem gabonát, amely Krisna tenyerében lapult, és cserébe megtöltötte kezeit gyümölccsel. Közben azonban azt is észrevette, hogy gyümölcskosara színültig megtelt drága kövekkel. Minden áldást az úr ad. Aki adományoz valamit az úrnak, az nem lehet vesztes, csak is nyertes, sok milliószorosan. Az egyik nap az úr Krisna, az iker Arjuna fák felszabadítója, Balarámával játszott a Yamuna folyó partján a többi gyerek társaságában. Délfelé járt az idő, s Rohini, Balarám édesanyja értük indult, hogy hazahívja őket. De Balarám és Krisna annyira elmerültek a játékban barátaikkal, hogy nem akartak hazamenni, csak játszottak és játszottak. Amikor Rohini látta, hogy nem tudja hazacsalogatni őket, hazament és Jasoda mamát küldte elértük. Jasoda mama annyira szerette fiát, hogy amint kiért, hogy hazahívja a gyerekeket, melle megtelt tejjel. Drága gyermekem, kérlek, gyere haza! Az ebéd ideje már régen elmúlt, kiáltotta. Kedves Krisnám, ó, én kedves lótusszemű gyermekem, kérlek, gyere, hadd etesselek meg tejemmel.
Már épp eleget játszottál, és biztosan nagyon éhes is vagy, és elfáradtál a hosszú játékban, kedves gyermekem. Aztán Balarámhoz fordult. Drága családod dicsősége, kérlek gyere haza tüstént öcséddel Krisnával. Reggel óta játszotok, biztosan elfáradtatok már. Kérlek gyertek haza és ebédeljetek meg. Apátok, Nandarádzsa vár rátok. Neki ennie kell, gyertek hát haza, hogy ehessem. Amint Krisna és Balarám meghallották, hogy Nanda Maharadzsa vár rájuk, és távol létükben nem tudja elkölteni az ebédjét, elindultak hazafelé. Játszótársaik panaszkodni kezdtek. Krisna épp akkor hagy minket itt a játék közepén, amikor a legjobb, legközelebb nem engedjük el. Játszótársai megfenyegették Krisnát, hogy legközelebb nem engedik velük játszani. Krisna erre megijedt, s ahelyett, hogy hazaindult volna, nyomban visszafordult, hogy tovább játszhasson a fiúkkal. Jasodán megszitta a gyermekeket, Krisnához pedig így szólt. Kedves Krisnám, azt hiszed, hogy utca gyerek vagy? Nincs otthonod. Kérlek, tüstént indulj haza. Az egész tested csupa por, kora reggel óta játszol. Gyere haza és fürödj meg. Egyébként is ma van a születésnapi ünnepséged, haza kell jönnöd, hogy teheneket adományozhass a brámanáknak. Nem látod, hogy játszótársaid is mind díszes ruhába öltöztette fel anyjuk? Nem látod, hogy játszótársaidat is mind díszes ruhákba öltöztette fel anyjuk? Neked is tisztának kell lenned, és ünneplő ruhába kell bújnod. Gyere hát haza, fürödj meg, öltöz fel szépen, s utána megint folytathatod a játékot. Így hívta haza Jasoda mama Krisnát és Balarámát, akiket olyan nagy félistenek imádnak, mint az úr Brahma, az úr Shiva, ő mégis úgy gondolt rájuk, mint gyermekeire. Amikor Jasoda gyermekei, Krisna és Balarám hazatértek, Jasoda alaposan megfürdette és díszes ruhába bújtatta őket. Ekkor a brámanákért küldött, és gyermekein keresztül Krisna születésnapi alkalmából sok tehenet adományozott nekik. Így rendezte meg Krisna születésnapi ünnepségét otthon. Valamivel később az idősebb tehénpásztorok Nanda Maharadzsa vezetésével összegyűltek. Azon tanakodtak, miképp szüntessék meg Mahavánban a démonok okozta zavarokat. A gyűlésen Upananda, Nanda Maharadzs testvére is jelen volt. Tanultnak és tapasztaltnak, Krisna és Balarám jó akarójának ismerték. Előjáró volt, s most így szólt a gyülekezet résztvevőihez. Kedves barátaim, el kell hagynunk ezt a helyet, mert a démonok folyton folyvást idejárnak, hogy megzavarják békénket. Különösen a kisgyermekeket próbálják elpusztítani. Gondoljatok csak Krisna esetére Puttanával. Csupán az Úr Hari kegyéből történhetett meg, hogy Krisna megszabadult a gonosz démon kezei közül. Ezután a forgószél démona emelte Krisnát az égbe, ám az Úr Hari kegyéből újra megmenekült, s a démon egy sziklára zuhanva szörnyet halt. Nemrég két fa közelében játszott, s a két fa kidőlt, s a gyermeknek azonban semmi baja nem esett, az Úr Hari újra megmentette őt. Csak képzeljétek el azt a szerencsétlenséget, ha akár őt, akár egy másik gyereket, aki vele játszott, megsebesíti egy kidőlő fa. Ha mindezeken elgondolkozunk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez a hely már nem biztonságos többé. Költözzünk el! Az Úr Hari kegyéből eddig megmenekültünk minden bajtól. Most már óvatosnak kell lennünk, el kell hagynunk ezt a helyet, s máshová kell költöznünk, ahol békésen élhetünk tovább. Azt hiszem, mindnyájunknak Vrindavan erdejébe kell mennünk, ahol frissen zöldel a fű és minden növény. Az a hely pompás legelő a teheneknek, s mi is családunkkal, a gópik gyermekeikkel boldogan élhetnének ott. Vrindavan szomszédságában van a csodálatos Govardhan hegy. Csodálatos friss fűvével, takarmánnyal az állatok számára. Nem lesz tehát nehéz az ottani élet. Ezért azt javaslom, ne vesztegessünk el több időt, hanem induljunk el azonnal arra a gyönyörű helyre. Sietve készítsük elő szekereinket, s induljunk el a teheneket magunk előtt terelve. Upananda érveit meghallgatva a tehénpásztorok nyomban egyet értettek vele. Induljunk azonnal! Háztartásukat, szerszámaikat szekerekre rakták, s felkészültek a vrindávanai útra. A falu öregjei, asszonyai és a gyerekek szekerekre ültek, a tehénpásztorok pedig íjakkal, nyilvesszőkkel felfegyverkezve követték őket. A tehenek, a bikák, a borjakkal együtt a menet élén haladtak. A férfiak, akik íjaikkal és nyilaikkal körbevették őket, megfújták dudáikat és kürtjeiket, s a nagy hangzavar közepette elindultak Vrindavanba.
Ki az, aki le tudná írni Vrajá hölgyeinek szépségét? Díszes, drága száriaikkal felöltve, mindannyian a szekereken ültek, szokásukhoz híven a gyermek Krisna kedveléseiről beszélgettek. Jasoda mama és Rohini egy külön szekéren utaztak, Krisnát és Balarámát ölükben tartva. Útközben Krisnához és Balarámhoz beszéltek, s a beszélgetés gyönyörétől hihetetlenül megszépültek. Így érkeztek meg Vrindávanba, ahol az élet örök, békés és boldogsággal teli. Körülkelítették Vrindávant, szekereiket leállították. Megpillantva a csodálatos Govardhan hegyet a Yamuna folyó partján, nekiláttak, hogy felépítsék házaikat. A hasonló korúak együtt sétálgattak, a gyerekek szüleikkel beszélgettek, egy szóval Vrindávan lakosai boldogok voltak. Ebben az időben bízták Krisnára és Balarámra a borjakat. A tehénpásztor fiúk első kötelessége a kisborjak védelme volt, s a fiúkat apró gyermekkoruktól kezdve erre tanították. Így hát Krisna és Balarám a többi kis tehénpásztor fiúval elindult, hogy őrizzék a borjakat, s hogy együtt játszanak. Míg a borjakat terelgették, a testvérek gyakran megszólaltatták fuvoláikat. Labdáztak az ámalaki és bel gyümölcsel, ahogyan a kisgyerekek szoktak labdázni. Amikor táncoltak, bokacsengettyűik csilingelve megszólaltak. Máskor takaróba bújva bikát és tehenet játszottak. Ezek voltak Krisna és Balarám játékai. A testvérek, a bikák, a tehenek, a madarak és más állatok hangját is utánozták, sőt, bikaviadalt is rendeztek. Így tették boldoggá őket gyermekkoruk kedvelései, látszólag épp úgy, akár az anyagi világ gyermekeit. Egyszer, amint Krisna és Balarám épp a Yamuna folyó partján játszadoztak, találkoztak egy Vatsasura nevű démonnal, aki egy borjú alakját magára öltve elhatározta, hogy elpusztítja a testvéreket. A démon könnyen el tudott rejtőzni a borjak között. Krisna azonban észrevette és jobban figyelmeztette Balarámát. A testvérek a démon nyomába eredtek, s oda lopakodtak hozzá. Krisna megragadta a borjú démon hátsó két lábát és a farkát, aztán teljes erőből meglengette és felhajította egy fára. A démon nyomban kilehelte lelkét, s a fa tetejéről a földre zuhant. Amikor meglátták, hogy a démon holtan hevel a földön, játszótársai dicsérni kezdték Krisnát. Nagyszerű volt, jól ellátta a baját, mondták, s a félistenek nagy örömükben virágesőt szórtak. Így vigyáztak minden délelőtt a borjakra a teljes teremtés fenntartói, Krisna és Balarám. Így töltötték Vrindávanban tehénpásztorként gyermekkori kedvteléseiket. A tehénpásztor fiúk minden nap elvitték megitatni a borjakat, a Yamuna folyóra, s általában a fiúk is mind velük ittak. Egyik nap itatás után a parton üldögélve egy hatalmas állatot pillantottak meg, amely egy kacsára emlékeztetett, de akkora volt, mint egy hegy. Háta olyan erős volt, mint a villám. Amikor meglátták a különös teremtményt, megijedtek. Ez az állat Bakaszúra volt, Kámsza barátja. Váratlanul jelent meg, és hegyes, éles csőrével, minden teketória nélkül megtámadta Krisnát, s nyomban le is nyelte. A tehénpásztor fiúk Balarámával az élen levegőért kapkodtak, mintha csak halálukon lennének. De Bakaszura, amikor lenyelte Krisnát, Krisna izzó sugárzása miatt hirtelen égető tüzet érzett a torkában. A démon ekkor gyorsan a magasba dobta Krisnát, és csőrével összecsípve megpróbálta megölni őt. Bakaszura nem tudta, hogy bár Krisna Nanda Maharaja gyermekének szerepét játsza, ő az Úr Brahmának, az univerzum teremtőjének eredeti apja, Jasoda mama gyermeke, aki a félistenek számára minden gyönyör forrása, aki gondoskodik a szentekről. Megfogta az óriás kacsa csőrét, majd a tehénpásztor társai szeme láttára szétfeszítette, ahogy a gyerekek a fűszálat szokták ketté szakítani. Az égből a mennyei bolygók lakói a legillatosabb virágot, a mállit szórták virágesőként, hogy köszöntsék őt. A virágeső mellett zengtek a kürtök, a dobok és a kagylókürtök. Amikor a fiúk megpillantották a virágesőt és meghallották az égi hangokat, megdermedtek a csodálattól. Amikor meglátták Krisnát, mindannyian, Balarámát is beleértve, olyan boldogságot éreztek, mintha az életüket nyerték volna vissza. Amint látták, hogy Krisna feléjük tart, odaszaladtak, s egymás után sorra magukhoz ölelték Nanda fiát. Ezek után összeterelték a rájuk bízott boldogokat és hazaindultak. Otthon Nanda fiának csodálatos tetteiről kezdtek mesélni.
Amikor a gópik és a tehénpásztorok meghallgatták a fiúk elbeszélését, végtelen boldogságot éreztek, hiszen nagyon szerették Krisnát, és dicsőségének, győzedelmes cselekedeteinek hallatán még gyengédebb érzésekkel gondoltak rá. Úgy gondolták, hogy Krisna a halál torkából menekült meg, és ezért nagy szeretettel és gyengédséggel nézték arcát. Tele voltak aggodalommal, nem tudták levenni szemüket Krisnáról. A gópik és a férfiak arról kezdtek beszélni, hogy a sok-sok démon hogyan és hányszor támadta már meg Krisnát, Krisna mégis sértetlen maradt, a démonok pedig mind elpusztultak. Sokáig beszélgettek arról, milyen ijesztő testben jelentek meg, hogy megöljék őt, de Hari kegye megvédte a legparányibb karcolástól is, míg a démonokra csúfos vég várt. Ekkor visszaemlékeztek Gargamuni szavaira, aki a védákban és az asztrológiában való jártasságával megjósolta, hogy a fiút sok démon fogja megtámadni. Most láthatták, a jóslat szóról szóra beteljesült. A legidősebb tehénpásztorok Nanda Maharajával együtt az Úr Krisna és Balarám csodálatos cselekedeteiről beszélgettek, és annyira elmerültek a beszélgetésben, hogy egészen megfeledkeztek az anyagi lét háromféle szenvedéséről. Ez a Krisna tudat eredménye. Azt, amit Nanda Maharaja élvezetére vált, azt, ami Nanda Maharaja élvezetére vált 5000 évvel ezelőtt, ma is élvezhetik azok, akik Krisna tudatban élnek, ha Krisna és társai transzcendentális ketteléseiről beszélgetnek. Krisna és Balarám néha az Úr Rámacsandra majmait utánozták, akik hidat építettek az óceán fölé, néha Hanumánt, aki átugrott a víz fölött Ceylonra. Így éltek boldog gyermekkori ketteléseiknek hódolva Vrindávanban. Így végződnek a Bhakti Vedanta magyarázatok a Krisna könyv 11. fejezetéhez, melynek címe Vatsasura és Bakasura démonok megölése. Nem tudom, nekem az a szó az. Az, ami Nanda Maharaja élvezetére vált 5000 évvel ezelőtt, ma is élvezhetik azok, akik Krisna tudatban élnek, ha Krisna és társai transzcendentális ketteléséről beszélgetnek. De ide azt van írva, úgyhogy azért lett úgy felolvasva. Természetesen. Akkor olvassuk fel a 12. részt is, 12. fejezetet. Agaszura démon elpusztítása. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. 12. fejezet. Agaszura démon elpusztítása. Egyszer az úrnak kedve támad, hogy barátaival, a tehénpásztor fiúkkal kora reggel az erdőbe induljon, s ott együtt evéreljenek. Amint felkelt az ágyából, megfújta bivajkürtjét, hogy összehívja barátait. Sok ezer barátja sereglett össze, s a borjakat maguk előtt terelve indultak az erdőbe. Mindegyiküknél bot, fuvola és egy kürt, illetve az ebédet tartalmazó tarisznyájuk volt, s mindegyikük sok ezer borjúra vigyázott. Szívük boldog és vidám volt ezen a kiránduláson. Minden fiú gondoskodott a rábízott borjakról. Szebbnél szebb aranyékszereket viseltek, és tréfából különféle virágokat, leveleket, ágacskákat, pávatollakat, vörös agyagot szeregettek össze az erdőben, és ezekkel díszítették föl magukat. Az erdőn át haladtukban az egyik fiú elcsente társának az ebédjét, s továbbadta egy harmadiknak. Amikor a fiú, akitől ellopták az ebédjét, rájött a csínyre, megpróbálta visszaszerezni, ám közben a többiek egymásnak dobálták tovább az ebédjét. Ilyen és ehhez hasonló tréfákat űztek nap, mint nap. Amikor az Úr Krisna előre sietett, hogy körülnézzen, a fiúk futva próbálták őt beérni, és versenyeztek, ki lesz az első, aki megérinti Krisnát. Nagy versengés kezdődött. Oda megyek és megfogom Krisnát, mondta egyik. Az bizony nem fog sikerülni, mert én érintem meg először, válaszolt egy másik. Voltak, akik fuvoláztak, vagy bivajkürtjüket fújták, néhányan a pávák nyomába eredtek nagy boldogan, vagy utánozták a kakuk hangját. Aztán megkergették az égen szálló madarak földre vetett árnyékát. Néhányan a majmokhoz szaladtak és csöndben leültek melléjük, néhányan pedig a pávák táncát utánozták. Mások elkapták a majmok farkát, s azzal játszottak, majd amikor azok felugrottak a fára, oda is követték őket. Amikor a majmok rájuk vicsorítottak, ők visszavicsorogtak rájuk.
Néhány fiú a Yamuna partján a békákkal játszott, és amikor azok félelmükben a vízbe ugrottak, a fiúk egy nagy fejessel utána vetették magukat. Amint a vízből kijövet, meglátták árnyékukat, árnyjátékot játszottak, nagyokat nevetve. Üres kutakba kiabáltak bele, s amikor a vízhang elérte őket, csúfolódtak és kacagtak rajta. Az Istenség legfelsőbb személyisége személyesen jelenti ki a Bhagavad Gita-ban, hogy a transzcendentalisták három formában valósítják meg őt, mint Brahman, Paramatma és az Istenség legfelsőbb személyisége. Itt a kijelentés megerősítéseként az Úr Krisna, akinek testi kisugárzása a személytelen Brahman megvalósítást adományozza, az Istenség legfelsőbb személyiségeként baktáinak okoz örömet. Azok, akik a külső energia, a mája hatása alatt állnak, csupán gyönyörű gyermeknek tekintik őt. Krisna tökéletes transzcendentális gyönyörben részesítette azokat a tehénpásztor fiúkat, akik vele játszottak. Csak számos jámbor cselekedet elvégzése után juthattak el odáig, hogy személyes társai lehetnek az Istenség legfelsőbb személyiségének. Kiérthetné meg igazán Vrindávan népének transzcendentális szerencséjét. Szemtől szemben láthatták az Istenség legfelsőbb személyiségét, akit, bár ő ott van a szívükben, sok jogi, még komoly lemondások eredményeképpen sem képes megpillantani. A Brahma Samhitában is olvashatunk erről. Kutathatunk Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége után a Védák és az Upanishadok lapjain, de aki olyan szerencsés, hogy találkozhat egy baktával, a szemtől szemben láthatja az Istenség legfelsőbb személyiségét. A hosszú életeken keresztül végzett sok-sok jámbor cselekedet után a tehénpásztor fiúk személyesen találkozhattak Krisnával, és barátokként játszhattak vele. Nem tudták felfogni, hogy Krisna az Istenség legfelsőbb személyisége, hanem odaadó szeretettel meghitt barátjukként játszottak vele. Egyszer egy Agaszura nevű démon megelégelte Krisna és barátai gyermekkori kedvteléseit. Képtelen volt elviselni a látványt, hogy Krisna ott játszik előtte, így megjelent a fiúk előtt, hogy végezzen mindegyikükkel. Ez az Agaszura olyan félelmetes démon volt, hogy még a mennyek lakói is rettegtek tőle. A mennyek lakói minden nap nektárt ittak, hogy meghosszabbítsák életüket, mégis féltek Agaszurától, ezért így tűnődtek. Mikor pusztul el végre ez a démon? A nektárt azért itták, hogy halhatatlanok legyenek, mégsem voltak bizonyosak halhatatlanságuk felől. Azok a fiúk azonban, akik Krisnával játszottak, egyáltalán nem féltek a démonoktól. Ők már megszabadultak minden félelemtől. Minden materialista védekezés, mely a haláltól próbál minket megvédeni, kétséges, míg ha valaki Krisna tudatos, a halhatatlanság biztos számára. Agaszura démon megjelent Krisna és barátai előtt. Agaszura Puttana és Bakaszura öccse volt. Krisna megölte bátyámat és nővéremet. Most én fogom megölni őt barátaival és a borjakkal együtt. Gondolta. Agaszurát Kamsa bíztatta fel, és így már eltökélten érkezett. Arra is gondolt, hogy ha gabonát és vizet ajánl fel testvérei emlékére, és megöli Krisnát a tehénpásztor fiúkkal együtt, akkor Vrindávan lakói velük együtt pusztulnak. A szülőknek a gyermekük az életük, a szemük fénye. Ha a gyermek meghal, nagy szeretetük miatt a szülők sem tudnak tovább élni. Agaszura elhatározta, hogy Vrindávan egész lakosságát elpusztítja. Egy jóga szidhi a Mahima segítségével óriásival növelte testét. A démonok általában nagyon jártasak abban, hogy különféle misztikus erőkre tegyenek szert. A jóga rendszerében a Mahima Siddhi képességgel úgy tudja magát az ember kiterjeszteni, ahogyan csak akarja. Agaszura démon egy 8 mérföldes, óriási kígyóvá változott. Egy csodálatos testben megjelenve kitátotta száját, mintha egy barlang bejárata lenne. Terve az volt, hogy sorra elnyelje a pásztorfiúkat, köztük Krisnát és Balarámát is, ezért végig nyúlt az ösvényem. A hatalmas kígyó démon kitátotta száját, melynek alja a földet, a felső ajka pedig a felhőket érte. Állkapcsa egy nagy hegy mérhetetlen barlangjának látszott, fogai pedig a hegy csúcsainak tűntek. Nyelve széles út volt, s úgy lélegzett, mintha hurrikán tombolna. Szemei izzottak, a tehénpásztor fiúk először szobornak gondolták a démont, de miután tüzetesebben szemügyre vették, látták, hogy inkább óriási kígyóra hasonlít, mely száját kitátva fekszik az úton. Beszélgetni kezdtek róla. Olyan, mint egy nagy állat, és úgy ül, mintha mindannyiunkat el akarna nyelni.
Nézzétek csak, nem egy nagy kígyóra hasonlít, aki meg akar enni minket? Igen, amit mondasz, mondotok, az igaz, szólt egyikük. A felső ajka napfénynek tűnik, alsó része pedig pontosan olyan, mint a vörös nap sugarainak tükröződése a földön. Barátaim, nézzétek csak szájának jobb és bal sarkát. Akár egy nagy hegy barlangja, s magasságát fel sem lehet becsülni. Az álla hegycsúcsként emelkedik. Az az út olyan, mint a nyelve, és a szájában olyan sötét van, mint egy barlangban. Az a forró szél, amely úgy fúj, mint egy hurrikán, tulajdonképpen a lélegzete, és ez a kibírhatatlan bűz, ami a szájából jön, nem más, mint beleinek a szaga. Ha egyszerre mennénk bele a nagy kígyó szájába, tanakodtak tovább, akkor hogyan tudna minket egyszerre lenyelni? De még ha képes is lenne rá, akkor sem képes, hogy Krisnát bekebelezze. Krisna azonnal megölné, ahogy megölte Bakasurát is. Így beszélgettek a tehénpásztor fiúk, s közben mind Krisna gyönyörű, lótuszhoz hasonlatos arcát nézték, majd mosolyogni és tapsolni kezdtek. Aztán elindultak és sorra besétáltak a nagy kígyó szájába. Eközben Krisna, aki a mindenki szívében jelenlévő felső lélek, megértette, hogy a nagy szobor nem más, mint egy démon. Miközben azt tervezgette, hogy miképpen fogja megmenteni kedves barátait a pusztulástól, a fiúk a borjaikkal és teheneikkel együtt mind besétáltak a kígyó szájába. Ám Krisna nem követte őket. A démon csupán arra várt, hogy Krisna is besétáljon a szájába. Már mindenki bent van a számban, kivéve Krisnát, aki megölte a testvéreimet, gondolkozott. Krisna az, aki vigyáz mindenki épségére. Amikor azt látta, hogy barátai már nincsenek védelmező kezeiben, hanem a hatalmas kígyó gyomrába kerültek, akkor egy pillanatra elszomorodott. Azon is elámult, milyen csodálatosan működik a külső anyagi energia. Aztán azon kezdett el gondolkodni, hogyan tudná elpusztítani a démont, és hogyan menthetné meg barátait és a borjakat. Nem volt miért aggódnia, mégis így gondolkozott. Kis habozás után ő is besétált a démon szájába. Ekkor a félistenek, akik azért gyűltek össze, hogy a felhők mögül nézzék a mulatságot, felkiáltottak. Ó, jaj, ó, borzalom! Ugyanakkor Agaszura démon, barátai, főképp Kámsza, akik húshoz és vérhez voltak szokva, hangosan újongani kezdtek örömükben, amikor megtudták, hogy Agaszura Krisnát is bekebelezte. Miközben a démon megpróbálta összezúzni Krisnát és társait, Krisna hallotta a félistenek jajveszékelését. Ó, jaj, ó, borzalom! Ekkor azonban hirtelen növekedni kezdett a démon torkában. A démon hatalmas teste ellenére csuklani kezdett. Krisna óriásivá nőtt méreteitől. Nagy szemei félelmetesen forogtak és hamarosan megfulladt. Az életlevegő nem tudott eltávozni belőle, de végül koponyájának tetején egy lyukon keresztül kirobbant. Miután Agaszura démon holtan esett össze, Krisna plusztán transzcendentális pillantásával életre keltette a tehénpásztor fiúkat és a kisborjakat, majd szépen kisétáltak a démon szájából. Mielőtt Krisna Agaszura szájában volt, a démon lelke ragyogó fényként távozott belőle, világosságot árasztva mindenfelé, s most az égen várakozott. Amint Krisna a barátaival és a borjakkal kilépett a démon szájából, a félistenek szeme láttára ez a sugárzó fény Krisna testével egyé vált. A félisteneket határtalan öröm töltötte el, s a virágesőt szórva imádták Krisnát, az istenség legfelsőbb személyiségét. A mennyek lakói újjongva táncolni kezdtek, Gandarvalóka népe pedig válogatott imákat ajánlott fel neki. A dobosok dobjaikat verték, a brámanák védikus himnuszokat vibráltak, az úrbaktái pedig boldogan kiáltoztak, Jai Jai! Minden dicsőséget az istenség legfelsőbb személyiségének. Amikor az úr bráma meghallotta az örömteli hangokat, melyek betöltötték a felső bolygórendszert, azonnal lejött, hogy megnézze, mi történt. Látta, hogy a démon elpusztult és csodálattal telt el az istenség személyiségének dicsőséges, ember fölötti tette láttán. A démon hatalmas szája napokig nyitva maradt, majd fokozatosan kiszáradt, és a tehénpásztor fiú kedvteléseinek színtere lett. Krisna és barátai még 5 évesek sem voltak abban az időben, amikor Krisna elpusztította Agaszurát. Ebben az életkorban a gyerekeket Kaumarának hívják. 5-től 10 éves korig Pauganda, 10-től 15 éves korig pedig Kaisóra a nevük, és ezután nevezik őket ifjúnak.
Rajában kerek egy évig nem beszéltek az Agaszura démonnal történt kalandról. Amikor azonban a kisfiúk betöltötték 6. életévüket, nagy csodálattal kezdték mesélni szüleiknek az esetet. Hogy miért csak akkor, azt a következő fejezetből fogjuk megtudni. Sri Krisnának, az istenség legfelsőbb személyiségének, aki sokkal hatalmasabb, mint az Úr Bráma, egyáltalán nem jelent nehézséget azzal a lehetőséggel jutalmazni valakit, hogy beleolvadjon az ő örökké való testébe. Ezzel jutalmazta meg Agaszurát is. Agaszura rettentően bűnös élőlény volt, egy bűnös számára pedig lehetetlen, hogy egyé váljon az abszolút igazsággal. Ebben a különleges esetben azonban az történt, hogy Krisna belépett Agaszura testébe, s így a démon teljesen megtisztult bűnei visszahatásaitól. Azok, akik mindig az Úr örökkévaló multi vagy elmebeli formáján meditálnak, azok eljuthatnak Isten birodalmába és társulhatnak az Istenség legfelsőbb személyiségével. Elképzelhetjük hát Agaszura emelkedett helyzetét, akinek a testébe az Istenség legfelsőbb személyisége Krisna személyesen belépett. A nagy bölcsek, a meditációt végzők és a bakták állandóan szívükbe hordozzák az Úr formáját, vagy az Úr Murtiának formáját nézik a templomban, mely által megtisztulnak minden anyagi tisztátlanságtól, s testük elhagyása után Isten birodalmába jutnak. Ezt a tökéletességet azzal érhetjük el, hogy az Urat örökké az elménkben tartjuk. Agaszura esetében az Istenség legfelsőbb személyisége személyesen lépett be testébe, ezért Agaszura jobb helyzetbe került, mint egy egyszerű bakta vagy a legkiválóbb jógi. Maharadja Pariksit elmélyülten hallgatta az Úr Krisna transzcendentális kedvteléseit, aki megmentette Maharadja Pariksit életét, míg anyja méhében volt, és egyre többet szeretett volna hallani róla. Tovább kérdezősködött Sukadev Goszvámitól, aki elbeszélte neki a Srimad Bhagavatamot. Pariksit király egy kicsit elcsodálkozott, hogy Agaszura démon megöléséről kerek egy évig nem beszéltek, egészen addig, amíg a tehénpásztor fiúk el nem érték a Pauganda kort. Maharadja Pariksit nagyon szerette volna megtudni ennek az okát, mert biztos volt benne, hogy ez az eset is Krisna energiái működésének köszönhető. A ksatriák, vagyis a vezetők örökké politikával foglalkoznak, s így nagyon kevés lehetőségük nyílik arra, hogy az Úr Krisna transzcendentális kedveléseiről halljanak. Pariksit Maharadja a transzcendentális kedveléseket hallgatva nagyon szerencsésnek érezte magát, mert Sukadev Goszvámi szavait hallhatta, aki a leghitelesebb szaktekintély volt a Srimad Bhagavatam elmondásában. Maharadja Pariksit kérésére Sukadev Goszvámi folytatta elbeszélését az Úr Krisna transzcendentális kedveléseiről, formájáról, tulajdonságairól, hírnevéről és környezetéről. Így végződnek a Bhakti Vedanta magyarázatok a Krisna könyv 12. fejezetéhez, melynek címe Agaszura démon elpusztítása. Következő alkalommal folytatjuk a 13. fejezetől, melynek címe Brahma elrabolja a tehénpásztor fiúkat és a borjakat. Krisna könyv Kijjai, Srila Prabhupád Kijjai, Jainitai Góra Prémalandéi, Hari Hari Ból, Góra Bhakta Vrinda Kijjai, Hare Krishna.